Köszöntöm nézőinket, Önök a Régió Televízió Esztergom rendkívüli híreit látják. Egyedülálló koronavírus szűrő program indult Magyarországon május 1-től. A megyékben egy reprezentatív minta alapján véletlenszerűen választottak ki 22 települést, ahol 803 lakost vizsgálnak meg. Május 6-án délelőtt Bajnán az orvosi rendelő adott helyet a szűréseknek, ahol a kiválasztottaktól vért, továbbá garat és orrváladékot vettek a szakemberek. Az országszerte több tízezer fő bevonásával zajló átfogó vizsgálat a Semmelweis Egyetem vezetésével zajlik, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, valamint a 4 hazai orvosképző egyetem bevonásával. Egy nemzetközileg egyedülálló szűrőprogramot indított a Semmelweis Egyetem a másik 3 orvosképző egyetem közreműködésével, ami az egész országra kiterjed, és szeretnénk egy átfogó képet kapni arról, hogy milyen a járvány, a vírussal történt átfertőzöttsége az országnak, illetve tudományos kérdések és a vírus elleni küzdelemhez tudományos megalapozottságú válaszokat szeretnénk adni. A szűrőprogram további részleteiről a Háttér című műsorunkban egy hosszabb beszélgetést is hallhatnak. Most pedig jöjjenek a támlázatok, amelyekkel a május 6-ai adatok alapján mutatjuk a térségben elrendelt házi karanténok és a koronavírus megbetegedések számát. Érkeznek a táblázataink. Dorogon 22, Nyergesújfalun 15, Tokodon 11, Lábatlanon és Táton 10, Dömösön 5, Sárisápon és Pilismaróton 4, Kesztölcön 3, Tokodaltáron, Csolnokon, Bajnán, Nagysápon, Süttön, Leányváron és Piliscséven 2, Bajóton pedig 1 hivatalosan elrendelt járványügyi megfigyelésről tudnak. A többi településen nem tudunk olyanokról, akik járványügyi megfigyelés alatt állnának. Dorogon 5, Táton és Tokodon 1 koronavírus fertőzöttről tudnak. Információink szerint a lábatlani beteg elhunyt. Esztergomról friss adat jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A koronavírus.gov.hu adatai szerint Komárom-Esztergom megyében 148, Budapesten 1528, Pest megye területén pedig 410 fertőzött van. A történelem tantárgyal folytatódott az írásbeli érettségi május 6-án. Többek közt az antik kultúrával, középkori céhekkel és Mátyás külpolitikájával kapcsolatos feladatot is kaptak a diákok, de a Kádár korszak és a hidegháború is szerepelt a feladat listában. A nyergesújfalui Zaféri Károly-Szalézi középiskolában összesen 55 a térség számos pontjáról származó tanuló vizsgázott. Sokan már a 240 perces határidő előtt végeztek a történelem vizsgával, de voltak olyanok, akik igyekezték maximálisan kihasználni a rendelkezésre álló 3 órát. A diákok szerint a magyar és a matematika után a történelem feladatok sem voltak nehezek, mivel ezeket a feladatokat már gyakorolták és többször is szerepeltek az órákon. A végzősök biztonságban érezték magukat a járványügyi intézkedések miatt, de furcsa számukra a kialakult vizsgahelyzet. Annak nem örülök, hogy csak írásbelire kerül sor, hiszen azt gondolom, a szóbelivel rengeteget lehet húzni egy rosszul sikerült írásbelin is, illetve furcsa, hogy nem a teljes osztály létszámű bent a teremben, 10 vagyunk, elszeparálva egymástól, és azért hiányoztunk egymásnak, nehéz volt a nem találkozás, de mégis találkozást megvalósítani. A fenntartók kérésére kitöltettünk minden érettségi előtt egy nyilatkozatot a diákokkal. A kötelező nyilatkozatot mutatja az iskola igazgatója. A diákoknak ugyanis igazolniuk kellett minden vizsga előtt, hogy nem fertőzöttek, nincsen semmilyen a koronavírusra utaló tünetük, és környezetükben sem volt fertőzött az utóbbi időben. Az iskola itt is minden szükséges biztonsági intézkedést megtett. A 3. napon vagyunk túl, és azt kell mondjam, hogy minden rendben zajlott. Tényleg mindenki a megfelelő biztonságban érkezett a tanterembe, fertőtlenítve lett a kezük, kaptak gumikesztyűt, maszkot, amit engedélyeztem, hogy az írás alatt levehessenek, hiszen 3-4 órát ülni a maszkban az nem túl jó. A nappalisoktól elkülönítve egy másik szinten esti tagozatos vizsgázók is érettségiztek. A vizsgatermeket az intézmény minden vizsganapot követően egy hidegködös eljárással fertőtleníti. Az érettségi az elkövetkezendő 2 napban a nyelvi vizsgákkal folytatódik majd.
Rekordmennyiségű pontyot telepítettek a Dunába Esztergom határában május 5-én a Teherkomp kikötőjének közelében. Az úgynevezett szénrakódónál 4 tonna, 3 nyaras, 2-3 kg közötti halat helyeztek a folyóba. A program a kormány döntése alapján az Agrárminisztérium felügyeletével a Magyarországos Horgász Szövetség szervezésében zajlik. A rendkívüli országos haltelepítési programból a megyénkben összesen több mint 32 tonnát juttatnak a vizekbe. A haltelepítésre 18 különböző helyszínen kerül sor. Komárom-Esztergom megyében a legnagyobb mennyiséget a Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége által kezelt Duna szakaszra telepítenek, közel 22 tonnát. Ilyen mennyiségű haltelepítésre korábban nem volt példa. 800 millió forinttal támogatja az agrárium a horgászati ágazatnak a jövőjét a járványhelyzet idején, a munkahelyek megtartását, ez elérkezett hozzánk is, tehát abból az 1200 tonnányi ponyból, amit telepítenek országosban több száz helyszínen, abból mintegy 40 mázsa az itt jutott bele a Dunába. Megszépült Úny község egyik közösségi tere a közelmúltban. A Szent Mihály plébánia templom melletti köztér a LEADER pályázatból újulhatott meg. A templom és a templomkertben lévő temető bejárata előtti tér zöldövezetét is rendbe tették. Az utat térkövekkel burkolták le, elhelyeztek ide egy padot személygyűjtővel együtt. A pályázati főösszeg 4 millió forint volt, amihez 1 millió forint önerőt kellett hozzátenni a falu vezetésének. Az önkormányzat ezen kívül saját erőből finanszírozta a térről a szomszéd utcáig tartó útszakasz térkövezését is. Azt a célt tűztük ki, hogyha már itt ez a szép tér megépül, hogy akkor eznek a megközelíthetősége is kulturált módon le legyen rendezve, ezért itt a Bercsényi utcáig lenyúló útszakaszt, mint egy 60 méteres útszakaszt az önkormányzat saját erőből szintén térkővel burkolta. Tartsanak velünk holnap is, folyamatosan hétköznapokon 19 órától jelentkezünk a járványügyi helyzettel kapcsolatos rendkívüli híreinkkel. Kövessenek minket a honlapunkon a www.rtvl.hu címen, illetve közösségi oldalunkon, valamint adásban is. További szép napot kívánok Önöknek és kellemes tévézést, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!